Köszöntöm kedves nézőinket! Kultúrcseppek című magazin műsorunkat látják, méghozzá pünkösdi különkiadással készültünk önöknek. Az első részben Berecki Őrs református lelkipásztor beszél az ünnep vallási vonatkozásairól, a második részben pedig a skanzen munkatársa Csonka Takács Eszterrel járjuk körbe a pünkösdi népszokásokat. Tartsanak velünk! Berecki Őrs gyakran vendég a stúdiónknak, akivel mindig érdekes, a főbb irányvonalakon kicsit túlmutató beszélgetéseket folytatunk. A református lelkipásztor témája ezen a héten a pünkösd volt, de beszámolt gyülekezete külföldi úti terveiről és táborairól is. Közeleg a pünkösd, idén ez május 19-ére, 20-ára esik, ugye a vasárnap és a hétfő. Sokaknak úgy tűnhet, hogy alaposan ismerjük ezt az ünnepet, de a mostani beszélgetésünkből ezt mindenki megítélheti magának. Mert hát a szó, amit mindig mondunk, hogy pünkös, nem is biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent, hogy ez egy görög szó. Igen, a görög szó annyit jelent, hogy 50, így egész egyszerűen, pentekoszté egyébként eredetileg görögül, és hát halljuk a fülünkkel, hogy pentekoszté, pünkösd, a kettő nincs messze egymástól, tehát egyszerűen a görög 50 szó magyarosan kimondva ez a jelentése ennek a névnek, és ugye azért 50, mert húsvét után 50 nappal van. De nagyon érdekes ez a felvetés, hogy jól ismerjük pünkösdöt, szerintem nagyon kevéssé ismerjük, sőt, hogyha összehasonlítjuk karácsonnyal és húsvéttal, akkor talán a legkevésbé, ez a keresztények három fő ünnepe. Ugye a karácsony az rendben van, hogy Jézus megszületik, meg hogy húsvétkor meghal és föltámad, de hogy Szentlélek eljövetele pünkösd, azért ezt ismerjük a legkevésbé, de az egyházon belül is ez a legkevésbé hangsúlyos ebből a három fő ünnepből. Még valami mutatja ezt a számomra, és ez az, hogy nagyon sokszor hallom most már ezt a meghatározást húsvétre és karácsonyra is, de azért azoknak nem ennyire, hogy hát jön a hosszú hétvége. Tehát, hogy még megtartjuk a hétfőt, mert az még a hagyomány szerint ünnepnap, de már nem tudjuk, hogy ez ahogy került ide. Sőt, még egyet tovább lépek, ugye nem olyan rég nagypéntek ünnepünk húsvét előtt, ugye Jézus halálának a napja, az most már ünnepnappá, szabadnappá vált, vagy hogy hívjuk, ez ünnepnap, ugye, amikor nem dolgozunk. És hát például az áldozó csütörtök Jézus mennybe menetelének napja, amely 10 nappal van pünkösd előtt, az a világ összes kultúrországában és keresztény hagyomány országában szintén szűnnap, szabad nap. Nálunk ez még nem merült föl, vagy nem, én még nem hallottam róla. Szóval a lényeg az, hogy őrizzük még a vázat, a keretet, hogy honnan vannak az ünnepnapjaink. A keresztény évkörből vannak, a Krisztus életének, az egyház számára fontos pillanatoknak a megünnepléséből, de már fogalmunk nincs, hogy mi van mögötte. Hangsúlytalan ünnep ez ebből a háromból, meg a kultúránkból. Szerintem nem ismert ünnep. Igen, sokan mondjuk, hogy pünkösd, nem biztos, hogy tudjuk, de talán úgy tudjuk memorizálni, hogyha összekötjük olyan fogalmakkal, olyan apró dolgokkal, hogy hol szerepel a Bibliában, milyen történésre utalt először, és milyen szimbólumok köthetők hozzá így talán. Hát ez remek. Az a helyzet, hogy a legkevésbé jól megragadható esemény kapcsolódik ide. Ugye arról van szó, hogy Jézus meghal, utána föltámad, utána tanítványokkal van, elmegy a mennybe, ezen a bizonyos áldozó csütörtökön, amely 10 nappal van pünkösd előtt, és akkor pünköskor elküldi maga helyett a Szent Lelket, a Szent Háromság harmadik személyét, Atya, Fiú, Szentlélek, az Atya az örökké való, Isten a Fiú, aki megjelenik közöttünk, Jézus, és akkor itt van a harmadik, a Szentlélek, aki jön helyette. De hát mit kell ezzel a tértsünk? Nem megfogható, nem megragadható, az Atya Istent se látjuk, de az, hogy megteremteni a világot, meg fönntartani, meg gondot viselni rá, az egy olyan világos funkció. De a Szentlélek tulajdonképpen mit csinál? Hogy az mégis itt van köztünk, mint Jézus, de mégis, mint ahogy Jézus itt volt, de mégsem látható, mint az Atya, hogy az első két személynek a funkcióit összekavarjam egy kicsit. Nagyon nehezen fogható, mit jelent a lélek az életünkbe. Mindjárt majd visszatérek ide egy kicsit. Még valamit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, és ez az, hogy maga a történet is nehezen megragadható, bár nagyon látványos. Ülnek a tanítványok a bezárt szobában, és egyszer csak mind valami lángnyelvek jelentek meg fölöttük, valami fajta fényhatások.
kinyitották az ablakait ennek az épületnek, az emeleten voltak, az első emeleten, és a köréjük gyűlt embernek elkezdtek mindenféle nyelven beszélni. Tehát a nyelveken szólásnak az adományát kapták a bibliai történet szerint, ami hát nagyon nehezen főfogható a mai ember számára. Bármilyen nyelvű emberek voltak körülöttük, azok értették, hogy mit mondanak. Egy pici megállás, a zsidók voltak ezek, mert Jeruzsálemben vagyunk, de a zsidók már szerte áradtak akkor az egész római birodalomban, és sokan elvesztették a nyelvet, de a zsidóságot tartották, és hazajártak. Tehát ugye amerikás magyar is van, hogy hazajön, már nem tud magyarul, mert a nagymama jött, de akkor még egyszer eljön, és akkor itt körülnéz, így kell képzelni. És hogy ezek az emberek, akik máshonnan jöttek, ezek is értették a beszédjüket. Nyilván ez szó szerint egy megdöbbentő történet, azonban a háttere nagyon sokat ad. Na hát akkor többfelé is mehetünk, tehát hogy mit jelent a nyelveken szólás, jelképről nem beszéltünk még, merre menjünk. Hát igen, szóval én még mindig ott tartok, hogy ez a hirtelen szélviharhoz hasonlatos zúgás támad és tűz, és akkor mindenkit megszállt, amit az ékjel is megjósolt, vagy utalt a jóslatra, hogy új szívet adok nektek, új lelket. És az apostolok is megkapták az új lelket, amit utána majd ők is próbálnak számunkra átadni. Továbbadni. Illetve Jézus is kapott, amikor a galamb leszállt hozzá. Így van, ez így van. Hát ez a jelkép végig megy a Biblián, igen, ez ennek a konkrétuma. Egyébként minden új szövetségi esemény, tehát minden Jézussal és Jézus utáni eseménnyel kapcsolatos dologra ez igaz, hogy általában megvan az ószövetségi előképe. A zsidók a Bibliában éltek, tehát az ő számukra ez volt a tudás, ez volt az ismeret. Nagyon sokan kívülről tudták az egész szöveget, több száz oldalról van szó, ezek voltak a legfőbb hittudósok. És akkor, hogyha valami történt, akkor rögtön asszociáltak a szövegben lévő eseményekre. Tehát nem volt nehéz ezt a kettőt összekötni, mint ahogy mi is a magyar történelem bizonyos eseményeire mindig így ugrunk, hogyha valamiről szó van, vagy a médiának a 90-es években, 80-es években ugye egy tévé volt, vagy esetleg kettő-három, tehát ha volt ott egy film, akkor az egy közös kóda, hogy beszélünk arról, hogy mit tudom én, Matula bácsi a Tüskevárból, vagy nem tudom, tehát ezek azért hasonlóak. Ugyanez volt a zsidók számára az Ószövetség. Tehát nyilván Jézus minden, ami történt vele, azt abba fogalmazta meg, amit a zsidók értettek. Ez is beletartozik ebbe a körbe. A tűz és a szél a jelképe a Szentléleknek, de a galamb is, amelyik leszáll Jézusra, ezeket tartjuk itt számon. Jó, kimondjuk és könnyen kimondjuk ezt, hogy hát ők is megkapták a Szentléleket és továbbadták. Mint hogyha ez valami fizikai dolog lenne, ami így rájuk száll. A történet is így beszél, hogy hát valami lángnyelvek, vagy valami ilyesmi. De hát közben a lélek az valami nagyon más dolog. A lélek az valami olyasmi, ami megérinti az embert. Az nem úgy van, hogy innen kiveszem a fejemből lángnyelvet, és akkor odaadom a netnek. Hát egy képtelenség. Ugye nyilván olyan lelkületről van szó, a szavak viszont nagyon sokat segítenek bennünket pünköskor. Olyan lelkületről van szó, ami megy egyik emberről a másikra. Olyan lélekről van szó, amelyik megjelenik bennünk. Mondok még egy szót, lelkiismeret. A lelkiismeretet rendszeresen használjuk, olyan ember is használja, akinek különösebb vallásos előképe és utóképe sincsen. Hát ezt mindjárt ismerjük, hogy a lelkiismeretet kopogtat. Hogy valaki oda ment megszólal, hogy azért ezt mégsem kellene csinálni. Nagyon-nagyon széles értelmezései vannak ennek, és meg is akarjuk hagyni ezt a sokféle értelmezést. A Szentlélek ezek közül az, amely annak az öröme, hogy a keresztények számára annak az öröme, hogy tudom, hogy Jézus Isten megváltott, rendben van, ez egy ismeret, de hogyan viselkedek innentől kezdve, belém költözik-e, tudok-e ebből valamennyit megvalósítani az életembe, ez kell lélek. És hát természetesen ez nem csak a keresztényeknek a birtoka, ha úgy tetszik, bár úgy lenne, hogy egy keresztényen rögtön meglátni, hogy valami más lélek működik benne. Azt hiszem, hogy a lélek sokkal szabadabban jár kell közöttünk. Beszéltünk már szimbólumokról, szavakról, de emlegetnek pünköst kapcsán karizmát is. Ez mit jelent? Hát ez egy nagyon érdekes szó, görög szó ez is. Ez már egy kicsit konkrétabb, ez a tehetségre is utal arra, hogy valakiben megvan valaminek a
képessége, tehát mondjuk úgy kell ezt elképzelni, hogy van karizmája az ige hirdetéshez, a prédikáláshoz, az, hogy ügyesen beszél, mondjuk a proféta, ügyesen beszél. De nem kell ez profétának lenni, ez egy tanárnak is lehet karizmája. Tehát a hétköznapi dolgokban is használták abban az időben is, és használhatjuk most is. Talán így lehetne ezt megfogalmazni, hogy lelki ajándék, és akkor itt mégiscsak a lélek visszajön egy picit. De még egyszerűbben, világiasabban úgy is mondhatjuk, hogy egész egyszerűen mire van tehetségem, mire kaptam elhívást, mi az, ami az én feladatom az életben. Ezt már nagyon jól ismerjük. Ez nem áll messze attól, amiről oly sokat szoktunk beszélni a hétköznapokban, hogy hogyan is kell élnem az életemet, mi az én igazi feladatom. Föl kéne mondani, mert nem azt csinálom, amit szeretnék. De jó, hogy benne van az életemben valami, amit szeretek csinálni. Most nekem van egy ötfős évfolyamon, most egy főiskolán, egy levelező szak, és hát öt hallgató van abban az évfolyamban, egy egyházi szakról van szó, és egy fél évben kétszer kell elmenjek tanítani, kétszer egy délután, tehát 2-től 6-ig, vagy nem tudom, hogy van pontosan. És hát rettentő módon élvezem, szóval ez a 4 szombat, ez egy ajándék a számomra. Egész nap ezt kéne csinálni, nem lenne jó. De van karizmám arra, ezt most már látom, hogy egy fél évben kétszer ezt az 5 embert feldobjam és meséljek nekik egész délután az egyház történetről. Ezt biztosan tudom magamról, ki magában keresi ezeket a dolgokat és próbálja is használni. De egy picit azért ez eltávolít minket ugyanakkor a Szentlélektől, mert a Szentlélek úgy általában egy jó lelkület. Az a karizma, ez a tehetségről is szól, vagy arról, hogy mi az, amiben jó vagyok, ez talán egy egyszerű fogalom. De lelki ajándékként is használjuk, igaz? A pünkösthöz köthető még a zarándoklat, illetve hát népszokások is, amit nem tudom, mennyiben tartott az egyházhoz szorosabban köthető, vagy ez csak azért alakultak ki, hogy mégis legyen kicsit kézzelfoghatóban ünnepelhető dolog a pünköst? Illetve a paraszti kultúrában mindenhez mindenféle szokások kapcsolódtak, a zárt kultúrákban mindig kialakulnak szokások, ezekből nem tartunk gyakorlatilag egyet se. Egy van meg az egyházi életben, a protestáns egyházi életben, majdnem mindenhol, reformátusoknál, evangélikusoknál biztosan, de máshol is, hogy ilyenkor szokott lenni az úgynevezett konfirmáció. A konfirmáció szó megerősítést jelent, amikor valaki fiatal és átmegy felnőttbe, akkor egy adott ponton befogadjuk a templom közösségébe, amennyiben ő is vehet úrvacsorát, kenyeret és bort. A gyerekek ezt nem vehetik, megkereszteljük, gyerekkeresztség van, de felnőtten van egy vizsga a gyülekezet előtt, amit lehet, utána, mikor megvallotta a hitét a közösség előtt, utána vehet ő is úrvacsorát. Ez az intézmény válságban van az egyházban, azon nagyon egyszerű oknál fogva, hogy 14 éves kor körül tartjuk mi most, van ahol 16, van ahol 18, de a felnőttség nem itt kezdődik. De hát akkor ez egy hitoktatás, és akkor annak a lezárásaként konfirmáció. Hát, lehet, hogy át lehet helyezni nem sok minden, nem lehet, nehéz áthelyezni máshova, mert ugyanakkor mégis megkezdődik nagyon erősen az ifjúkoruk a fiataloknak ilyenkor, de valójában ugye hát hol nő be a fejünk lágya? 28-30 úgy a körül. Ugye van egy jó számunk erre, 33 éves korban van az első gyermeke átlagosan a magyar férfiaknak, és 30 évesen van az első gyermeke átlagosan ma a magyar nőknek. Tehát valahol ott zárul mindenki le az ifjúkor meg a felnőttkor. Csak ez olyan gyorsan zajlott le, ez a váltás, hogy az egyház ennek nem ment utána, és nem is biztos, hogy baj, hogy nem kezdtünk el kapkodni. 50 évvel ezelőtt sokan voltak még, akik 15-16 évesen megkezdték a felnőtt életüket, vagy legalábbis 18 évesen. Tehát akkor még nem volt indokolatlan 14 éves korban azt mondani, hogy most kezdődik a felnőtt életed. Megtartjuk ezt az ünnepet, és megtartjuk ezt a formát, mert azt látjuk, hogy sokszor a gyerekeket akkor még el lehet hívni, még utoljára 2 évre gyere részese legyél az egyházi életnek. Maga a vizsga nálunk nehéz, másfél órán keresztül kérdezgetjük a gyerekeket, tényleg kifejezetten komoly, és sok olyan gyerek, aki az iskolában már elvesztette a fonalat, ott már nem olyan jó, ott már nem olyan ügyes, itt még megéli, hogy itt tisztalappal kezdhetek ebbe a 2 évbe, és itt jó vagyok. Mert egy csomó olyan egyszerű dolog van, ami mégis az életnek a hétköznapi kérdéseivel foglalkozik.
szeretjük ezt a részét ennek, miközben egy kicsit életidegen, mert egy felnőtti avatási ünnep, de hát nem lesznek még felnőttek a 14 éves gyerekeink. Szóval ez a kettősség van. De a lényeg az, hogy a konfirmáció kapcsolódik a pünkösthöz alapjában véve, másfajta szokásokat egyáltalán nem tartunk, sőt, hangsúlytalan olyan módon is ez a nagy ünnepünk, hogy hát itt a tavasz, és hát sokan elmennek ilyenkor hétvégére ide-oda, tehát kevesebben, hát nem azt mondom, hogy kevesebben, de nem vagyunk olyan különösebben sokan ezeken az ünnepeken, ez a tapasztalatunk. Hát akkor május 19-e és 20-a, lesznek-e konfirmálók, lesz-e pünkösthöz köthető istentiszteletet? Hogyne, hogyne, így van, lesz. Hát ugye mindkét nap tartunk ünnepi istentiszteletet, az első nap konfirmálók fognak fogadalmat tenni, 12-én tettek vizsgát az előző vasárnap, az volt egy másfél órás istentisztelet, de ezt úgy kell elképzelni, hogy én voltam benne 5 perc az elején, volt néhány ének, és mondjuk 1 óra 15 percen keresztül csak azt a szerencsétlen 9 gyereket kérdeztem én, és hát ez mindig nagyon hosszú, és nagyon alapos, és nagyon jól körüljárjuk. Inkább tanúságot teszünk arról, hogy mi 19-en meg én, ez a csoport, amely 2 évig együtt volt, ez hogyan élte meg az elmúlt hónapokat, az elmúlt éveket. Ugye 2 év van benne, hogy benne legyen egy tábor is. Tehát ők 9-en tesznek fogadalmat, és 2 felnőtt. A fogadalom tétel pedig arra már nem kell tanulni, az egy előre elmondott szöveg, amire igent mondanak, és aztán először vesznek úrvacsorát. Másnap pedig, pünkös második napján, mi most istentiszteletet tartunk úrvacsoroztással, de tervezgettük már, az idén nem valósult meg, lehet, hogy jövőre el is megyünk kirándulni ezen a napon, hiszen egyszerűen annyian mennek ilyenkor a szabadba jó időbe, hogy a társaság nagyobb része kint van az erdőbe, tehát akkor kár a templomban maradunk, inkább elmegyünk utánuk a maradék, hát majd jövőre, ha lesz ilyen, akkor jelzem. Isten ege alatt, milyen nyári eseményekre készültök még? Minden csoportunknak lesz tábora, ahogyan ezt szoktuk, és az egész gyülekezetnek is lesz egy nagy tábora, és az egész gyülekezetnek is lesz egy templomban tartott kétnapos konferenciája, vagy közössége együttléte. Ezek közül a legérdekesebbet emelem ki. Az ifjúsággal és a konfirmandusokkal, tehát a fiatalokkal elmegyünk Olaszországba, kempingezni fogunk egy olyan helyen, ami a Focolare katolikus ifjúsági mozgalom, katolikus ökumenikus mozgalomnak az egyik helye Firenze mellett. Oda fogunk elmenni, 24 gyerekünk van eddig, tehát elég nagy létszámmal, és hát nagy izgalommal várjuk ezt, megszerveztük, és akkor autókkal megyünk, a szülők is benne vannak egy kicsit. 30 fős nagy táborunk lesz, és jó messze, úgyhogy izgulunk, hogy fog menni. Van ilyenkor vendégfogadás, egy ottani olasz református felekezet fogad benneteket? De az olaszoknál nincsenek reformátusok, tehát az egy katolikus ország. Abszolút. Hanem a katolikus egyháznak ez a Focolare nevű mozgalma, ez egy erősen ökumenikus gondolkodású csapat, társaság, de mégis egy katolikus szerzetesnek mondanám. Tehát ha egy szavammal megfogalmazni őket, akkor ők egy tonképpen szerzetesnek. Nekem azonban vannak ott ismerőseim, barátaim különböző oknál fogva, és a lényeg az, hogy voltam már ebben a bizonyos központjukban, ami Firenze mellett van, az egyik központ, lehet, hogy több is van, nem tudom pontosan. És a lényeg az, hogy ez egy jó nagy domboldal, amit valaha egyszer ráhagyott valaki erre a rendre, ahol építettek templomot, ahol üzemeket létesítettek, szőlőbirtokot, és ott próbálnak együtt élni a maguk békességével, kereszténységével, körülbelül 1000 ember. Ne egy falut képzeljünk, hanem inkább egy ilyen tanyás elhelyezést. És ezen a domboldalon van nekik egy kempingjük is. És akkor lehetőségünk van arra, hogy egyik nap megnézzük, hogy megy a szőlészet, másik nap megnézzük, hogy milyen keresztény művészek alkotnak, vannak ilyen műhelyek, ahol dolgoznak. Van egy nagyon szép templomunk, ott is találkozunk egy-két emberrel, és ottani szerzetesi életmódban élő valakivel. Nagyon-nagyon érdekes és izgalmas lesz ez, és magunk a kempingben tartjuk a saját magunk táborát is. Hál' Istennek nem jön senki más, azt mondták, miénk az egész, úgyhogy jó lesz. Akkor nagyon szép nyarat kívánok nektek, pünkösre pedig hogyan kell köszönni? Én nem tudok róla, hogy külön köszönés lenne. Köszönöm, hogy itt voltál, Őrs. Köszönöm szépen. A következő percekben Csonka Takács Eszterrel beszélgetünk a Skansen hétvégi programjairól. A pünkösthöz köthető örökségünnepen tánccal, gasztronómiával és népművészeti programokkal várják a közönséget. Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, üdvözöllek. Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm én is a kedves nézőket.
Ugye 13. alkalomról beszélünk. Miről fog ez pontosan szólni, kiknek szól, és mit láthatnak az odaérkező vendégek ezen az eseményen? Ugye hát régi hagyomány nálunk már a pünkösd ünneplése és a skanzenben, egyébként minden nagy ünnepet meg szoktunk tartani, a húsvétot, az augusztus 20-át, a Márton napot. A pünkösd egy kicsit jellegzetes, vagy kicsit sajátos ebben a sorban, hiszen mi nem csak a pünkösdi ünnepet, nem csak a pünkösdi ünnepet tartjuk ilyenkor, hanem a közösségeket is ünnepeljük, olyan közösségeket, amelyek a mai napig őrzik a hagyományukat, ők nem színpadra készülnek, nem csak bemutatót tartanak, hanem ők megélik a hagyományokat. Nagyon fontos, hogy vannak ma olyan szellemi kulturális örökség közösségeink, amelyek városban, falvakban, egyes régiókban gyakorolják, őrzik, továbbviszik, megélik az ott található örökségeket. És ezt mi a Szellemi Kultúrás Örökség Igazgatóságon egy nagy rendszerbe, egy listába gyűjtjük. Az a dolgunk, hogy az UNESCO egyezményét Magyarországon megvalósítsuk, ezért jött létre az igazgatóságunk a skanzenben. Gyönyörű helyszín a skanzen egyébként, azon kívül, hogy ez egy szakmai háttér is, tehát ugye nagyon fontos, hogy mi néprajzosként dolgozunk itt, és ezekkel a közösségekkel így élő kapcsolatot tudunk teremteni, és őket vizsgáljuk, gyűjtjük, dokumentáljuk, de emellett egy gyönyörű helyszín is vagyunk, és például a pünkösdi örökségünnep azért nagyon egyedi, azt gondolom országszerte, mert itt autentikus környezetben, tehát a gyönyörű épített, népi épített környezetünkben egyszerre láthatók ezek a közösségek, akik az ország minden részéből érkeznek. Itt mi nem válogatunk, hogy milyen témát hívjunk, kiket hívjunk meg, milyen hagyományőrzőket, hanem kifejezetten a Szellemi Kultúrás Örökség jegyzékéről, amelyen ma 52 örökségelem található, őket mind meghívjuk, ők eldönthetik, hogy el tudnak-e, szeretnének jönni, de mindenki el akar jönni általában. Megtelik élettel a skanzen, ez egy nagy közösségi pünkösdi kavalkáddá válik ilyenkor. Ők ott az udvarokban a saját hagyományaikat mutatják be a látogatóknak, és nagyon fontos, hogy ezek nem csak bemutatók, és nem csak színpadon láthatjuk őket, hanem az udvarban bármibe bekapcsolódhatunk. Amit ők hoznak magukkal, azt a látogató élő módon kipróbálhatja, tud beszélgetni a közösséggel a hagyományukról, miért csinálják, hogy csinálják, és itt nagyon, nagyon különböző dolgokról van szó. Ennek egy része népművészet, hiszen nyilván közösségi hagyományaink legszebbike, vagy legismertebb része az a népművészetünk. Úgyhogy most az idei éppen ráadásul a hangsúly pont a népművészeten, a hímzésen lesz majd, a textillel kapcsolatos hagyományokon, hiszen a szombati napon egy olyan szakmai programot fogunk bonyolítani a skanzenben, amelynek a témája az, hogy ki az örökség, milyen szerzői jogai lehetnek ma egy népművésznek, mennyire vigyáznunk kell ezekre a népművészeti kincsekre, hogyan használjuk föl, ki használhatja föl, milyen jogi háttér alapján használhatja föl. Van-e szerzői joga ma egy hímzőnek, egy népművésznek? Ugye régen az volt a mondás a folklór tudományban, hogy a népművészet mindenkié, nem köthető szerzőhöz, ahogy a népdalok sem. A népdalnak nem volt egy konkrét zeneszerzője, hanem szájról szájra terjedt, mindig változott a szövege, egy kicsit a dallama, földrajzilag, vagy generációról generáció, és kicsit mindig változott a tartalma, de ugyanígy a népművészet is. Az anyák megtanították a lányukat hímezni, szőni, vagy akár a fazekasok között is ugyanígy működött ez a hagyomány átadás. Ma egy kicsit a világunk már másmilyen lett, tehát ma a tudatos hagyományőrzéssel vannak olyan népművészeink, akik már kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy ők például terveznek, motivumokat terveznek a hagyomány alapján, de vannak már egyénekhez köthető népművészeti tervezések. De közben az internet hatására bárki már bármit elérhet, és a divattervezők azt használnak fel úgynevezett, vagy mondjuk úgy, hogy szabadon, amit szeretnének.
Kérdés az, hogy szabadon felhasználhatják-e. Ez lesz a témája a szombati napnak, és eljönnek maguk a hímzők, a népművészeti körök is, a közösségek, illetve jönnek divattervezők, jönnek olyan szakértők majd, akik segítenek ebben eligazodni. Például itt lesz majd a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Hivatal képviselője Genfből, illetve a Magyar Szellemi Tulajdon Hivatalnak a képviselői is itt lesznek, és ők segítenek a jogi útvesztőben egy kicsit tájékozódni, hogy milyen módon tudjuk méltóan megőrizni ezeket a kézműves és népművészeti hagyományokat. De ezek a népművészek itt lesznek vasárnap, itt lesznek hétfőn, tehát velük lehet akkor találkozni, és megtekinthetjük a csodálatos hímzés kultúránkat, amely az egész országban egyébként nagyon sok helyen fellelhető. Itt ennek gyönyörű példáit láthatjuk majd a kalocsai hímzőasszonyok és a pingálóasszonyok által, a matyókézművesek, hímzők is itt lesznek, de jönnek majd a hövei csipkekészítők, a halasi csipkekészítők, balatonendrédi csipkekészítők, nem is tudjuk, hogy Balatonendréden van, ugye csipkehagyomány. De a deszki szerbarany hímzés, az úri hímzés készítői is itt lesznek majd. Ezek gyönyörű, ma élő hagyományaink Magyarországon, és azért is érdemes eljönni a skanzenbe, hogy lássuk meg, hogy milyen sokszínű a kultúránk, mennyire élő ez a kultúra, ami nem csak egyébként a népművészetre és a kézművességre korlátozódik, de ez nagyon fontos része ennek a kultúrának, de vannak néphagyományaink, szokásaink, akár naptári ünnepekhez kapcsolódó szokásokkal is találkozhatunk, úgyhogy aki eljön, ne csodálkozzon, hogy nem csak pünkösdi szokásokat lát majd, hanem egy-két busó alakot, vagy novai tikverőzőt, mohai tikverőzőket, novai remélőket is láthatnak, vagy a tojásírás hagyományát, az is felkerült a Szellemi Örökség Nemzeti Jegyzékére. Tehát nagyon sok színű lesz majd ez a paletta. Lesznek fazekasok is, ott is be lehet majd kapcsolódni a korongozásba akár, lesznek néptáncosok, itt lesznek a boldogi közösség tagjai, akik a boldogi lakodalmat mutatják majd be, a buzsáki népművészek, lesz matyótánc, kalocsai tánc, lesznek szerbtáncok, horvát táncok, hiszen ezek a közösségek elhozzák a saját táncos hagyományaikat is, de belekóstolhatunk azért majd néhány finomságba is, hiszen a karcagi birkapörkölt hagyománya szintén szerepel a Nemzeti Jegyzéken, ebből is kóstolhatunk majd. Itt lesznek a hortobágyi pásztorok, akik szintén frissen kerültek fel a Nemzeti Jegyzékünkre, úgyhogy ők majd bemutatják a pásztor hagyományokat, aminek az egyik része ugye a zene, a pásztor furuja, a pásztor duda, de azért egy kicsit főznek is majd finomságokat, megnézhetjük a gyönyörű szűröket, azokat a cifra szűröket, amelyeket a hortobágyi pásztorok hordanak. Úgyhogy nagyon, nagyon változatos, nagyon sokféle a program. Vannak olyan érdekes szokásaink is, amelyek a mai napig élnek, és szintén szerepelnek a Szellemi Kultás Örökség Nemzeti Jegyzékén, ugye, amelyet mi itt az igazgatóságon folyamatosan gyűjtünk, amelyek városokhoz kapcsolódnak. Megismerkedhetünk majd az egri fertálymesterekkel, vagy a kőszegi szőlőjövés ünnepével, a selmeci diák hagyományokkal. Ezek nagyon élő közösségi gyakorlatok a mai napig is. Az egyik legfantasztikusabb közösség számomra a selmeci diákok, akiknek saját egyenruhájuk van, szokásaik vannak, van struktúra, hierarchia a közösségen belül, nótáik vannak, egész nap tudnak énekelni különböző selmeci diáknótákat. Most van a ballagások érettségi ideje, nem tudom, hogy tudják-e a kedves nézők, hogy a ballagás hagyománya, amikor a középiskolán végig mennek az épületben, majd az udvaron a diákok, az Selmecbányáról származik. Ebből a selmeci diák hagyományból terjedt el tulajdonképpen, és az a ballagási nóta, hogy Gaudamus igit úr, az is eredetileg egy selmeci ballagó diák nóta volt, és ez terjedt el aztán az egész országban. Tehát olyan sokféle hagyománnyal találkozhatunk itt, nem is gondoljuk, hogy mennyire része azért az életünknek. Többféle hagyományt is említett. Mennyire változott így akár az elmúlt időszakban, évtizedben ennek a hagyománynak a megtartása, akár itt a családokon belül, mennyire nyitottak még az emberek erre, hogy veszi észre, amióta van ez a sorozat, vagy így amióta benne van ebben a
történetben? Hát én azt látom így a 13 év alatt, hogy fantasztikus az érdeklődés, és ugye azért jó helyes Skansen, mert ott ugye a látogató válogathat, hogy mi az, ami őt érdekli. A család minden tagja, vagy a látogatók minden generációja és minden köre megtalálja a neki tetsző, a neki való tevékenységet. Nem mindenki szeret táncolni, nem mindenki akar beállni, kólózni, vagy egy csárdást eltáncolni, erre is van lehetőség, de aki nem szeretne, az kipróbálhat mást. Tehát én úgy látom, hogy mindenki megtalálja a magának való tevékenységet is, meg a rácsodálkozást. A rácsodálkozás. Tehát én azt látom, hogy az ide látogatók ilyenkor is, egyébként a Skansen minden rendezvényén, de ilyenkor különösen, mert itt az élő közösségek hozzák el a hagyományaikat, hogy rácsodálkoznak arra, hogy azt a mindenit Magyarországon, ennyi minden van, és ők ezt ilyen erővel, ilyen hittel, ilyen elkötelezettséggel csinálják. Ők nem szereplők. Őket nem felkértük arra, hogy most egy táncos produkciót tartsanak, mint egy tánccsoport mondjuk. Ők élnek ebben a hagyományban, és ezt megérzi a látogató. Tehát, hogy a pünkösnek azért van a pünkösdi rendezvényünknek egy ilyen varázsa, mert a látogató egy picit megérzi ennek a hangulatát, hogy a közösséghez tartozni jó dolog, és mindegy, hogy mit csinálok, hogy én hímzek, vagy Selmeci diáknótát énekelek, vagy Borsod Nádasdy Molnár kalácsot sütök, vagy rönköt húzok farsankor, és ez az én hagyományom, én ehhez ragaszkodom, az jön át a látogatóknak, hogy itt valami olyan dolog történik, amiben megérzik a közösség erejét. Tehát, hogy közösséghez tartozni jó dolog, és ez egy városi ember számára, ugye legtöbben azért így a környékről érkeznek hozzánk, ez egy nagyon nagy erő, egy kicsit példa is, egy modell arra, hogy hú, nekünk is vannak ilyen hagyományaink, hát nekünk is meg kéne őrizni, hát ezek gyönyörűek. És ez mindegy, hogy most látogatják, nem látogatják, nem kell mindenkinek busójárás méretű fesztiválnak vagy hagyománynak lenni. Itt az a lényeg, hogy bármilyen kis közösség ugyanúgy meg tudja élni a saját hagyományt, és itt be tudja mutatni. És ezt próbáljuk ezzel az egész UNESCO szellemiséggel is, amit mi itt most ugye végrehajtunk feladatként a Skansenben, ebben a Szellemkutatás Örökség Igazgatóságban, hogy ezt átadni, ezt érzékeltetni, hogy mennyire fontos a kultúránknak ez a része, és ez nem pénzkérdés, ez nem nagy dolgoknak a kérdése, hanem hogy a közösség a saját tevékenységét örömmel tudja végezni, és ebbe a közösségbe tartozni nagyon jó dolog, úgyhogy ezt is egy picit próbáljuk ezzel átadni. Reméljük, hogy a látogatók ezt is megérzik, a közösségünk pedig boldogok, hogy itt lehetnek. Ők egymással ilyenkor találkoznak. Számukra ez egy nagy ünnep. Nem csak a látogatók irányában, hanem egymással fantasztikus kapcsolatok alakultak ki. Ez egy nagy közösséggé vált. Most 52 ilyen örökségelemünk van a Szellemi Kultúrás Örökség Nemzeti Jegyzékén, és mindenki boldogan jön az ország minden részéből. Tényleg Tápétól, Borsod Nádasdon keresztül, Győrből jönnek kékfestők, tehát az Mohácsol a busok, a kalocsai hagyományőrzők és táncosok. Az ország minden részéből nagyon különböző tevékenységeket bemutató valódi közösségek érkeznek ilyenkor hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó irányban változik, mert a látogató is, illetve a közösségek is egy megerősítést kapnak, hogy ezek nagyon fontosak, ezeket csinálni kell, ezeket meg kell mutatni minél szélesebb körben. Ez a mi kultúránk, ez a mi identitásunk, lokális és nemzeti identitásunk is egyben. Mert több olyan hagyomány van, amit lehet, hogy nem is tudnánk az emberek, mielőtt ugye oda mennek és meglátják, hogy mennyi minden van, amiről még kimaradtak a világban, vagy éppen erről a területről, bármilyen területről beszélünk, és akkor vonom észre is vehető ezek az eseményeken, hogy azok az emberek, akik ott vannak, csomó dolgokon például, hogy meglepődnek, hogy ilyen is van, ilyen hagyományaink is vannak, és utána lehet, hogy amit ő mondott is, hogy olyan jó, hogy elkezdi ezt csinálni, vagy elkezd járni ilyen hagyományokra, és nem feltétlen a tevékenység miatt, hanem a közösség ereje miatt is, és a kettő ugye egyben van, az a legjobb. És akkor azt mondhatjuk, hogy korosztálytól függetlenül jó lehet mindenkinek. Abszolút, tehát tényleg ott a babakocsitól az idős emberekig bárki megtalálja magának azt a látványt, azt a tevékenységet, azt a közösséget, amelyben szívesen elmerül, lehet kóstolgatni ezeket az ételeket, ahogy mondtuk, lehet kézműves foglalkozásokba bekapcsolódni, egy kicsit táncolni, vagy csak leülni és élvezni ezt az egész forgatagot, ezt a nyüzsgést, ott jönnek, mennek, felvonulnak, van egy nagy
tánc is minden záró alkalommal, minden nap a színpadnál, amikor az összes táncos, meg az összes közösség összejön, és együtt táncolnak. És olyan különleges hagyományokat is megismerhet a látogató, ami a pünkösdhöz kapcsolódik. Ugye legtöbben azért a pünkösdölésről, pünkösdi királyné járásról hallottak már. Azt, hogy feldíszítik a templomot pünköstkor, és ez a mai napig élő hagyomány, szerintem kevesebben tudnak róla. A mendei és a maglódi templom díszítés szokása szerepel a Szellemek utas örökség nemzeti jegyzékén, mint megőrzendő örökségünk, és ők eljönnek hozzánk. Itt ugye Pest megyében van ez a két település. Otthon természetesen feldíszítik a templomukat, és pünköstkor, vasárnap is, és hétfőn is a szertartásukat, a templomi szertartást ott tartják, gyönyörű viseletben egyébként. De hozzánk is eljön egy kis maréknyi csapat, aki feldíszíti a mi kis kápolnánkat, a János Somorjai kápolnát, és ugyanúgy átélik ennek a gyönyörű ünnepnek a szakrális részét is, tehát, hogy aki ilyenkor hozzánk ellátogat, menjen be egy kicsit ebbe a kápolnába úgy elcsendesedni. És amikor körbeveszik őket a zöld fák, a gyönyörű hímzések, a szallagok, amikkel feldíszítik az asszonyok a fákat, az a sok pünkösdi rózsa, amivel az oltárt feldíszítik, az nagyon felemelő érzés, és akkor egy kicsit az ünnep része lehetünk, megérezzük a pünkösdnek ezt a gyönyörű hangulatát, aminek ugye részben van egy nagyon fontos szakrális oldala. Ez tulajdonképpen a pünkösd a keresztény egyháznak a létrejötte, a megszületésének az időpontja, tehát egyházi szempontból nagyon fontos. Ez ugye a Szentlélek kiáradása az emberiség számára. Ugye a hagyomány szerint a Jézus, tehát ugye a megfeszítésével a húsvéti misztérium az ilyenkor teljesedik ki, hiszen visszaszáll az az egész áldás az emberiségre, ami Jézusból fakad. De hát akkor ő ugye már nem tud tevékenykedni, de mégis a hatását lehet érezni ezáltal. Az apostolok ott ültek egymás egy körben pünköstkor, és egy nagy fuvallatot éreztek, és akkor lángnyelvek jelentek meg előttük, amely utána a fejükre szállt. Ez a Szentlélek kiáradás, és az egész földre, az egész emberiségre kiterjedt a Szentlélek. Ez egyfajta megtisztulás, megvilágosodás tulajdonképpen annak a lényege, és ebbe az egyházi körbe való tartozásnak az élménye, tehát itt is ugye a közösség jelenik meg. Ugyanakkor ez az időszak már mindig a nyár eleje, a természet újjászületése, minden kizöldül, minden virágzik, és ezt ünnepli az ember, hogy feléled a természet, újjászületik a természet, az emberiség kicsit újjászületik, ugye ezzel a szakrális tartalommal is töltődve, az ember újjászületik, a lelke, a szíve átérezve ezt a tartalmat, ezt a vallási tartalmat, újjászületik egy kicsit, új életet kezd tulajdonképpen, és nagyon sok népszokásunk ugye e köré szerveződik, ezt szimbolizálja a zöldágjárás, a buj-buj zöldág nótácskával, kis gyerekénekkel régen járták végig a falut a gyerekek, és zöldággal jártak körbe, hogy elhozzák ezt az újjászületést a minden ember számára, vagy a pünkösdölésnek is az a lényege, a pünkösdi királyné járásnak. A kis királynét a nagylányok körbevitték a falu minden portáján, minden családhoz beköszöntek, és köszöntötték a természet újjászületését, és ez egyben egy termékenységvarázslás is volt, amikor felemelték a kislányt, akkor az volt a lényege, hogy ahogy felemelik ezt a kis pünkösdi királynét, olyan nagyra nőjön a kender, vagy a termés, tehát minél bővebb legyen abban az évben a termés. Zöldággal díszítették régen a templomokat, a hajókat, az iskolát. Kapuba is sokszor a házak kapujába kitűzték a zöldágat, mert annak ilyen rontás elhárító szerepe is volt. Tehát nagyon fontos ez a zöld. Hát a májusfát ilyenkor bontják le a legtöbb helyen. Ki kell táncolni, de az sem egy ilyen egyedi alkalom, oda megyek és ledöntöm a fát, hanem kivonul a fiatalság, ugye pünköst hétfőn, és a pünkösdi templomi szertartás után elmennek a májusfákat kitáncolni, nagy mulatságok vannak, kint vannak a szabadban, a zöld réten, és bálokat rendeznek, és az egész a közösségről, a vidámságról, az ünneplésről és az újjászületésről szól. Akkor rengeteg minden újdonságot láthatnak a kilátogatók, és akkor várunk mindenkit szeretettel május 19-én és 20-án. Én pedig köszönöm szépen, hogy eljött a stúdiónkban. Köszönöm, várjuk a látogatókat a Skanzenben mindkét napon szeretettel.
Szombaton újra Ládafia garázsvásár. Az árusító és vásárló közönséget egyaránt várják a szervezők egy közös kincsvadászatra a Faluház báltermében délelőtt 8 és 12 óra között. Ez volt a Kultúrcseppek, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is!